A tereprali versenyek első napja mindig az adminisztratív és technikai gépátvételről szól. Ilyenkor először ellenőrzik az autó papírjait, a versenyzők vezetői engedélyét, ruházatát, egészségügyi helyzetét, majd beszerelik a járművekbe a GPS-t, az antennákat, valamint ellenőrzik, hogy megfelel-e minden technikai szabálynak. A 2019-es Jordan Bahára 18 versenyző nevezett be, de végül csak 14-en érkeztek meg a Service Parkba. A 8 futamos világkupának ez a 7. utolsó előtti állomása. Jordánia előtt az orosz Vladimir Vasiljev vezette a bajnokságot, mögötte mindössze 6 ponttal volt lemaradva Orlando Terranova. Az argentin versenyző ráadásul sorozatban 3 versenyt is megnyert. A bajnokság 3. helyén a lengyel Jakub Przygonski áll, akinek bár 17 pont a lemaradása, egy-egy futam megnyerésével 30 pontot lehet gyűjteni, így még semmi sem dőlt el. Konstantin Zilcov navigátor azt mondja, számunkra ez a verseny pont emiatt sokkal nehezebb, mint a többieknek, mivel maximális ponttal akarunk távozni Jordániából. Nagyon szeretnénk megnyerni idén a világkupát, de látva a mellettem levőket, ez nem lesz egyszerű. De természetesen ez csak egy verseny, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen csatákat vívhatunk, tette hozzá a navigátor. Mindhárom bajnok esélyes minien messze kiemelkedik a mezőnyből. Jordániában ráadásul még egy ilyen versenyautó csatlakozott, mivel a szaudi Yasir Seiden is bérelt egyet. A 4 mini mellett rajt hozzááll a Peugeot gyári csapat egykori Dakar győztes autója, a 3008 DKR sorszámú is. Ezzel nyerte meg az utolsó versenyét a Peugeot-val Carlos Sainz, mielőtt 2018-ban megszüntette tereprali csapatát a francia márka. Most az Egyesült Arab Emirátusok uralkodó családjának egyik tagja, Khalid Al-Qassimi bérelte ki az autót.